Kedves testvérek, János evangéliumából hallhattuk a vakon születettnek a meggyógyítását, amely elég részletesen le van írva, hasonló módon, mint ahogyan az elmúlt vasárnap hallhattuk a bűnös szamáriai asszonynak a történetét, a háromszorosan megvetett asszonyét, akit az Úr Jézus fölemel, akivel való találkozás megváltoztatta ennek az asszonynak az életét. És ebben a mai evangéliumban pedig hallhattunk a vakon születetről. Az Úr Jézus gyógyításában az az egyik legérdekesebb és legkézenfoghatóbb dolog, hogy az Úr Jézus olyan csodákat visz végbe, amivel az orvostudomány még ma sem nagyon tud mit kezdeni. Egy született siketnéma, vagy egy született vak az orvostudomány számára ma is gyógyíthatatlan. Az Úr Jézus azonban megmutatja az ő isteni erejét. És először is tanít bennünket egy olyan fontos dologról, hogy a betegség és a bűn nem mindig kapcsolódik össze. Megkérdezik az Úr Jézustól, hogy ki vétkezett, ez a vakon született vagy a szülei? És az Úr Jézus világosan megmondja, hogy sem ő, sem pedig a szülei. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert akkor, amikor mi is esetleg hosszantartó vagy súlyos betegségbe esünk, akkor fölmerül bennünk az a kérdés, hogy Istenem, mivel érdemeltem ezt ki? Vagy mi az a bűn, ami miatt most ez jutott nekem? És azért azt világosan kell látnunk, hogy a betegségben az Isten nem büntetni akar bennünket, hanem inkább meglátogatni. Hogy a szenvedő emberben, ha Jézus Krisztussal együtt szenved, akkor Krisztus mutatkozik meg és tárulkozik föl. Na de nézzük meg ennek a vakon születettnek a látását. Három látásról szeretnék beszélni. Az első látás a fizikai látás, amit az evangélium szerint úgy kapott meg ez a vakon született, hogy az Úr Jézus sarat készített az ő nyálával. Ez a tett egészen különös, furcsa, mégis emlékeztet bennünket arra, hogy az Isten hogyan teremtette az embert. Hogy porból teremtette, és amikor megformálta, akkor az orrába lehelt. Vagyis ebben a mostani tettben is valami hasonló dolog mutatkozik meg, hogy az Úr Jézus újját teremti ezt az embert, és visszaadja a fizikai látását. Ugye, aki vak, az elmondja, hogy a vakságnak különböző szintjei vannak. Van, aki valami fehérséget lát, vannak, akik valamilyen alakokat is föl tudnak vezetni, de van olyan is, akiknek minden ilyen fehér folt, és valójában semmit sem látnak. Más az a vak, aki gyermekként esetleg még látott, és tudja a színeket, és érti. De az, aki született vak, és nem minden fehér előtte, az nem tudja a színeket csak elképzelni. Nyilván akkor, amikor mi látunk, akkor a fény szükséges, a napnak a fénye szükséges ahhoz, hogy mindent a maga teljességében, a maga színeiben lássunk. Igen, tehát ez az ember visszakapja a fizikai látását. Aztán van egy másik látás, ami megszületik ebben az emberben, mégpedig a hit. János evangéliumának a történeteiben, főleg amit ilyenkor Nagybőjben olvasunk, mindig van egy kettős szint. Van, amit az itt és a mostban, fizikai értelemben értünk, és van egy másik szint, amely az Istenre mutat. És a hitnek a látása azt jelenti, amikor meglátni Jézus Krisztusban az üdvözítőt, meglátni az élő Istent. Ez a vakon született ember is akkor jut el, amikor az Úr Jézus megkérdezi tőle, hogy hiszel-e az ember fiában?
Az Úr Jézus, ugyan az elmúlt vasárnap elmélkedtünk róla, hogy a bűnös asszonynak föltárja, hogy ő a messiás, aki elmondja, hogy hogyan kell az Istent imádni, de egyébként a politikai és gazdasági messiásra nem azonosul. És az emberfia kifejezést viszont használja, ami azért érdekes, mert Dániel prófétánál fogalmazódik meg, az emberfia, aki a világ végén eljön, és megítéli az egész emberiséget. És Jézus ezt magára vonatkoztatja, hogy ő az, aki a világ végén eljön, és akinek hatalma van ítélkezni fölöttünk. Tehát az Úr Jézus ezt kérdezi tőle, hogy hiszel-e az emberfiában? A vak válaszolt, a meggyógyult vak válaszolt, ki az Uram? Én vagyok, aki veled beszél. És válaszolja, hiszek, Uram.